Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, srácok, Önök is kis Warframe kértétek, jöjjön Garuda 2020-ban. Na most, az igazság az, hogy kijött a Fortuna, mindenki kiformolt ezt a Warframe-et, és mindenki elrakta a raktárba. Nem azért, mert hogy ez a Warframe nem jó, vagy mit tudom én, milyen oknál fogva. A lényeg az, hogy ez a Warframe, sajnos, nem sajnos, elég átlagos nagyon jó a témája, tehát megértem, hogy az emberek úgy szeretik, mert nagyon jó a témája, tök jók a skineik, ez a kis less damage, ez góros beütés, nagyon jól néz ki, kicsit sajnálom, hogy a karmokat nem lehet használni, ugye, ami ott vannak a kezein, ugye alapvetően, de attól függetlenül a Warframe rendben van, képesség ügyileg rendben van a Warframe, csak nagyon átlagos. Egy a sokadik warframe közül, amelyek uh, millire vannak kihelyezve, nem annyira fekszik az egész lövésre, és uh, miközben játszadoztam vele, sajnos felfedeztem azért a gyengeségét, tehát nem túl nem túl erős ez a Warframe, és leginkább úgy vettem észre, na most Steel Pass-ban tesztelgettem, természetesen csak kicsit mások a körülmények, mint normál játékban. Normál játékban az az igazság, hogy nem jön neki neki ez a gyengesége, ha csak nem elérné talán azt a 4 500 as szintet. Normál játékban, ha a Garudával elviszi a 4 500 as szintnél, akkor kijön már e, a gyengesége. És a gyengesége még pedig az, hogy mindegy, hogy milyen szinten töltöm magam a kettes képességével, a Blood Altárán, mindegy, hogy milyen szinten erősen töltöm vissza az életemet, az egy shot nagyon is benne van a dologba. Hiába van shield gating, főleg a keményebb pályákon, mint a mot, uh, nagyon durván, nagyon instant, nagyon-nagyon megölik. Ha nagyon körülveszik az enemik, mint például, hogy a steel nagyon körülvesznek az enemik, akkor sajnos Garuda hajlamos elesni. Legyen akármilyen védelem, amely, amit amit berakhatsz neki, tehát shieldgatingelhetsz össze-vissza, vitality össze-vissza, umbra össze-vissza, sajnos nem fogja tudni megállni a helyét, a bizonyos 500 -a szint fölött, és nem azért, mert hogy a képességei szarok, tehát az ultia nem rossz, csak lassú. A kettes képessége szükségszerű, csak kevés. Az első képessége pedig nem véd meg a hátad mögött című történet, és egy bizonyos szint után már ölni sem képes. De még mind nem lenne semmi baj, mert ezek a képességek önmagukba teljesen rendben vannak, és segítenek, és mint mondtam, normál játékmódban, tehát nem steel nem hardmódban, módban, ezek észre sem vennéd, hogy ezek a képességeknek bármi gyengéjük van, de a legnagyobb gyengéje ennek a warframe-nek, hogy nincs crowd controlja. És hogyha azt hiszed, hogy hogy az ultia az crowd control, nem, nem, igazán crowd control. Szóval sajnos valami olyasmit kellett kitalálni rá, hogy ez nagyon működjön. Tehát először nagyon felhúztam az erőt, tehát a strength azért, hogy a blood minél többet, minél gyorsabban töltsön, de hiába húztam fel 300% fölé a strength a blood a töltési sebessége akkor sem volt elég. Úgyhogy, a srácok, garuda 2020-ra egy kicsit megspékelném a dolgokat. Ugyanekkor, mint mondtam, én Stilpásban tesztelgetem a dolgokat, így aztán, amit itt látni fogtok, modolást, illetve helmit-ability összeolvastást, és most ne jegyetek meg attól, akik még nem járnak a helmit-ability uh, helmitnél összeolvasztani a képességeket, attól függetlenül, amit itt látok, kétfajta modolást. Teljes mértékben működőképes a normál módban, ahol nagyon sokáig, órákig, tehát legalább 3-4 óráig valószínűleg elmehetsz egy survivor anélkül, hogy a Garuda ezt különösebben megérezné. Csak Steel Pass-ban szükség van a Crowd Control-ra, amivel az Enemik sokkal többen jönnek és nagyobbat is sebeznek, és gyorsabban élik el azt az egyhitelős uh, sebzésüket, mint normál módban. Ezért mondom, hogy eddig nekem Garuda fel se tűnt, hogy, hogy valami probléma lenne vele, csak ugyanattól szenved, ő is, mint például a valkür vagy éppen egy um, Chroma, a már hihetetlenül magas szinteken, hogy crowd control hiányában hajlamosak bekapni azt az egy shotot ezért némi crowd control kell neki. De a módolás, amit mutatok, elsőre az teljes mértékben megfelel uh, normál módban helmit összeolvasztás nélkül. Oké, okay, szóval, hogyha helmit összeolvasztás nélkül akarsz menni, akkor ezt tudom ajánlani, és a blanáltár uh, visszatölt 50% per másodpercet az életedből. Ezen erőn még mindig lehet növelni. Kiveheted a rolling guardot, és berakhatsz um, akármilyenféle erő modot. A lényeg az, egy-két mod legyen benne. Jó, ha benne van a vitality quick thinking érdemes, ha, hogy benne legyen. Mivel, hogy megkapod ezt a halálos lövést, legalább a quick thinking meg fogja tudni akadályozni a rolling guard. Utána, után megkapod a quick thinking és halálos lövést, egy kicsit meginog a warframe ugye jelzi neked, hogy probléma van, és akkor a rolling guard egyet tudsz aktiválni. Ugyanakkor ugye a shield gating bekapcsol, megkapod ezt a bizonyos hangot, akkor is tudsz rolling guard -olni. de ha gondolod, lecserélheted a rolling Guardot több erőre azért, hogy a kettes sokkal jobban töltsön, bár nem feltétlenül muszáj, és mondom, ezzel, ezzel a modolással annyira nem érzed meg azt az ütést, uh, egészen nagyon sokáig normál módban, pass-ban hamarabb eljön ez a pont. Uh, én warcry olvasztottam össze előre, de mint mondtam megint csak a Warcry nem túl opcionális neki, hiába növeli meg az armoromat 99%-kal nem sokat jelent uh, és csak kíváncsi voltam, hogy a sebesség, amit nyerek a Warcry által, uh, az az um, és ugye Eternal volt moddal, mennyit tud segíteni a Garudán. Nem akartam helyből crowd control adni neki, kíváncsi volt, hogyha megnövelem egy kicsit a durabilitását neki, akkor jobb lesz -e. Ez a Warframe, és hát olyan volt egy kicsit, mint egy szarnak egy pofon, de nem haszontalan a képesség, és jobb, mint a Garuda eredeti hármas képessége, hogy őszinte legyek. Szóval úgy döntöttem, meghagyom, viszont az igazi kincs, az igazából a crowd controlban van. Főleg, amikor már magasabb szintekre érsz, a, ami hiányzik ugye a garudából, az az, hogy szabályozza egy kicsit azt a tömeget, hogy ne lőjenek annyit. És mert nagyon sok képességem végigmentem, amit összeolvaszthattam a garudával, és végül a rezonátor mellett döntöttem. Próbáltam shooting Gallery-t, próbáltam visznek a breeze surge-ét, és hogy őszinte legyek, a shooting gallery az engedi, hogy egy-két lövés bejöjjön, és az nem tesz túl jót az a Warframe egészségének, és Garuda egészségének. Uh, továbbá a Bridge Search meg hát nem rossz, csak nem hat akkora távon, mint amekkora távon én ezt szeretném. Viszont a rezonátor az valami hihetetlenül kényelmesé teszi a játékot. Szóval egyáltalán nem lenne rád az emelék. Hatalmas ringen gyűjti őket össze, hozza feléd őket folyamatosan. Tehát nem azon, mint, a, mint például a shooting gallery mese, ugye kettese, megállítja őket, hogy ők ott majd csinálják a fegyverüket, és meg neked oda is kell menni hozzájuk. Nope. Ez a göm szépen összegyűjt mindenkit, és hozza őket feléd. Uh, úgyhogy ja, mindenképpen én ajánlanék egy rezonátor. Tehát ez lenne a jobbik megoldás, hogyha arról van szó, a Warcry az, az az a megoldás lenne, hogyha nem akarsz Helmit Ability-t összeolvasztani, akkor minél több erővel tölts magadon, minél több életet, és a kardodba is legyen benne a Healing Return című mod, hogy vissza tud nyerni az életedet. Nagyon fontos a kettő együtt, viszont hogyha Uh, netán eljutnál odáig, hogy beleolvasztasz egy rezonátort ugye a Garudába, akkor nem mm. nagyon van szükséged túlélős modokra, akár a vitalitől is megszabadulhatsz. Biztos, ami biztos, tudjátok? Hogyha az ember steel mászkál, maszkál, akkor biztos, ami biztos kategóriába megy, és ugye az August uh, secrets is mindig visszatöltöd egy kicsit a shieldedet, hogy a shield gating meglegyen, és a többi, és a többi, de biztos, ami biztos alapon vitality belemet, de ha nem, növelni akarjátok még az erőt, akkor nyugodtan cseréljétek le, hogy akkor, mit tudom én, a, ugye a health per second a bladaltárnak még több lesz. Viszont nem igazán van rá szükség. Srácok, ennyi lett volna, nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtam egy kis ötletet adni, segíteni. Iratkozz fel, ha tetszett a videó, csengőjelecskére, ne felejtsen rányomni, hogy értesítés kapja videókról, közösségünkhöz, klánunkhoz is lehet csatlakozni, mindenhez linkek a videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!